Sziasztok, üdvözletem minden életről. És a mai videó témája, pedig ez a összekötő vágány lesz. Egyébként ez érdállomás ágazi ki, és így érdalsónál csatlakozik be a 30-as oldalba. Tehát ez a 40-es vagy a 30-as között egy összekötő vágány, ez most már ténylegesen elkezdett épülni. Egyébként a terráv az már több mint 10 éve megvan, a nyomvonal is ki van jelölve, ki is volt sajátítva, de erről majd később. Most az állomás, hogy nem fogok elmenni, az legalább a felesleges kerülő lenne, de itt majd a túloldalt meg fogom mutatni, hogy merre fele épül, mert az érdekes története van. Úgyhogy hát itt a járdán megpróbálok elmenni, ameddig lehet, és akkor valahol fel kell menni, ott a Hírnök utca fele. És látjátok, itt jön az új nyomvonal. Eddig még rendben is volna, és ott van a rég, hogy hát a már meglévő. És itt később arra fele fog becsatlakozni. Ezzel itt még nem is volna probléma. De majd mindjárt mutatom, hogy hol lesz. Talán érdekesek ezek a házak is, hogy ez például félig már ki van bontva az ablak is. Ott is hiányzik az ablak, ezeket hát ezeket a vasút miatt bontani fogják be. Ez távolabb van már a sinektől, nem tudom, hogy indokolta vagy sem. Azt igen, azt mondták, hogy lesznek kisajátítások, amiket bontani kell, csak hát ugye ott meglású bevágásban van, tehát nem hiszem, hogy ebből vagy ugye ezek a házak pont azok, amiket bontani kéne, már ugye szék, hogy erről már ki van kötve a villany is, az is, tehát lehet, hogy ezt a kettőt itt a sadokba kell. Ott a többinél még ott van benne a közmű, látszik, hogy be van kötve a villany is. Igen, egyébként meg a probléma az abból, hogy összekötő vágány építésekor, hogy már ugye már ki volt jelölve a nyomvonal, és építési tilalmat is elrendeltek már a nyomvonalra. Ja, csak ez még 2005 környékén talán, és akkor még nem lehetett tudni, hogy mikor fog megépülni, ha egyáltalán. És hiába volt építési tilalom, a nyomvonalra valaki mégis kapott épületet, és épült egy 20 lakásos társasház. Ami viszont közvetlenül a nyomvonal útjában volt, tehát az bontani kellett. De hogy ez pontosan hol van, azt én nem tudom, lehet, hogy itt volt egyébként, nem tudom, de igen, tehát ott is, hát tehát érd meg a vasútnál, ott az a hatalmas nagy marhaságok azok mindig előjöttek, mert a érdi önkormányzat már jól megszívatta magát, amikor a két megemsították a 30 vonalat akkor is. Akkor egy obodát kellett lebontani a második vágány miatt, ami nem fért el másképp. És akkor a NIF az felajánlott azt hiszem 180 milliót az obodáért cserébe, ami egy teljesen korrekt ár volt. Meg haladjunk, és az érdi önkormányzat meg azt mondta, hogy nem, nekik 300 millió kell, mert csak úgy gondolták, hogy majd lehet nyerészkedni, hát nem sikerült nekik, mert utána jött az értékbecslő, felbecsülte, mondták, hogy csak 65 milliót ér az avoda, annyit is kaptak. Úgyhogy egyébként itt tehát szerintem lehet, hogy arra fel lesz majd valahogy, most fog becsatlakozni a nyomvonalba. De hát meg fogom itt nézni, itt az összekötőt, ugye most kezdték építeni, és igazából nagyon jól jött volna, hogyha korábban megépül, amikor a vágányzár volt a 40-es vonalon, akkor akkor úgy voltak a tenelések, hogy tárnoknál kellett irányt váltani, átmenni érdele, és akkor meg onnan még vissza ott megint irányt váltani. Tehát ott az a tiritolizás meg lehetett volna spórolni ezzel az összekötővel. Tehát erre jó lett volna. És akkor itt látjátok ott a 30-a, és itt az új összekötő. Az is lehet, hogy már üzemben van helyezve, szerintem még nincsen, mert nem épült még meg teljesen. Viszont nyomban a probléma az már nincsen, mert teljesen végigmegy. Akkor valószínűleg tényleg ott volt az a társasház, amit azóta már lehet, hogy le is bontott. Sőt, biztos, hogy lebontottak, mert nem láttuk. Úgyhogy hát ez most egy ilyen kis spontán videó volt ez. Éppen erre jártam és nem készültem rá. Nagyon-nagyon csak hát én láttam ott a felüljárót, hogy itt úgy nyomban lesz, akkor mondom, megnézem. Úgyhogy ez egy spontán videó, akkor az ennyi is lett volna, akkor még van még vagy 20 km, mire hazaérek. Sziasztok!